Ezek nem fényképek, hanem egy megálmodott városrész valósághű látványtervei. A Mátészalkai önkormányzat még májusban hirdette meg zöld újratervezés programját, melyben a lakosság segítségét is kérték. Az online felmérésekből akkor az derült ki, hogy a helyiek milyen belvárost szeretnének. Miután a városlakókat megkérdeztük, nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a városban több zöldet szeretnének. A belvárosban kevesebb autót, azaz tisztább levegőt szeretnének. És olyan irányokat határoztak meg a városlakók, amelyek mentén mi ki tudtunk írni egy tervpályázatot. Ez a tervpályázat arra jó, hogy hogy az ország legjobb építészeit, tervezőit hívtuk meg egy közös gondolkodásra, hogy engedjék szabadon a fantáziájukat, és álmodják meg, hogy ők, a szakemberek hogyan látnák jónak, hogyan építsük meg, hogyan alkossuk meg, hogyan álmodjuk meg együtt Mátészalka új belvárosát. Öt kiváló pályamunka érkezett a belváros újragondolására. A tervek beérkezésével sem állt meg a közös gondolkodás. A városvezetés a lakosság közreműködését kéri abban is, hogy melyik terv legyen a befutó. Ezért nyílt ez a kiállítás. Azt kérem a Mátészalkaiaktól, hogy jöjjenek el, beszélgessenek velem, illetve a kollégáimmal ezekről a tervről, és mondják el itt is a véleményüket, mi az, ami tetszik, mi az, amit megtartjunk, hogyan haladjunk tovább a tervezés során. Tehát a belváros újraálmodása az a Mátészalkaiak nélkül nem történhet meg. A közös álom minden egyes lépésénél számítok a Mátészalkaiakra, és azokra, akik megtisztelnek azzal, hogy véleményükkel, elképzeléseikkel gazdagítanak bennünket. A pályamunkákat 2-től a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház aulájában tekinthetik meg az érdeklődők, minden nap 10-től 17 óráig.